nektek, aki Székelyudvarhelyről érkezett, és Murányi Sándor írónak jó napot kívánok. Kezdem egy idézettel. Azt mondja, nem hiszem, hogy jó lenne, ha én kezdeném magam jellemezni, vagy arról beszélni, mit gondolok saját költészetemről, már csak azért sem, mert ezt nagyban befolyásolná a napszak, amikor ezt teszem. Biztos vagyok benne, hogy reggel 8-kor egészen más mondanék, mint este 7-kor. Szóval reggel 8-kor mit mondana? Hogy sikerült a tegnap este? Hát egyértelmű, jól sikerült. Nagyon sokan voltak, és nagyon jó hangulat volt, gondolom, de hát megint az van, hogy megint őket kellene megkérdezni, hogy szerintük jó volt-e. Én úgy láttam, hogy jó szórakoznak az emberek. De lehet, hogy Sándor optimistában látja, ön volt az, aki tegnap bemutatta, ugye? Igen, számomra másik Sándort. Megtisztelő volt bemutatni Muszka Sándor erdélyi költőt, két okból is, mert hogy igazából fordítva kellett volna ennek történnie, hiszen ő előttem 2 évvel indult a pályán, és a másik ok az, hogy nem túlzok, amikor azt állítom, hogy a fiatal kortárs erdélyi magyar irodalomnak az egyik legizgalmasabb, legeredetibb figurája. Nem szereti, ha dicsérem, de ez az igazság. Sanyi, 2005-ben megjelent az első kötet, és azzal elég jól beleugrottál ott az irodalmi közéletbe, meg hát azért nagyon sokan megismertek. Tehát az egyfajta siker volt. Téged mi vitt az irodalom felé? Engem hát mindig azt szoktam mondani, hogy a magyar irodalom nagy hatással volt rám, hát valószínűleg ez. Hát azért ennél több, nem? Hát ennél több. Ennyi erővel lehetél volna zenész is, ahogy kiszűrtem én a... Ez egy, hogy is mondjam, úgy látszik, hogy alkatomra nézve, ez olyan, valami olyasmi, amit egyedül lehet csinálni. De mi foglalkoztat? Vagy akkor majd kérek a másik Sándortól is segítséget, hogy egy kicsit méltassuk, ennyire szűk szavú vagy. Tehát azért biztos, hogy tehát mi befolyásol? Mennyire befolyásol akár a politika, a közélet, az emberek, az önmagad, amiket megtapasztalsz, vagy akár fikciók? Hát igen, természetesen a mindennapok, mint mindenkit, az emberek érik hatások, és ugye az egyik megfogalmazás szerint a művészet nem más, mint a valóság visszatükröződése. Vagy. Tehát valószínűleg a mindennapi élet engem is természetesen. Uh-huh. Ezt ő hogy látja? Izgalmas életpályája van, nagyon sokat tud mesélni, ami fontos. Tehát akkor lehet, hogy írva könnyebben mesél a Sanyi. Igen, mind a versei, mind a prózája történeteket jelentenek, ami, tehát szólnak valamiről, érdekesek, izgalmasak is, ez megfogja az olvasót. Jól mondom, muszkarikulum? Egyfajta kurikulumvité is lehet, igen, ugye? Igen. Ez a második könyvben egy alapvetően sajátos életrajz, amiből elég sokat is meg lehet tudni a saját igen, életéről. Ez egy önéletikletésű deregény végül is. Ez fontos? Nem kell szó szerint fontos érteni. Egy költőnek, hogy ilyenfajta formában kitárulkozzon? Nem is annyira fontos, én mikor elkezdtem írni ezt, a barátaim beleolvastak, többek között Orbán János Dénes, és ő biztatott, hogy ezt akkor végig kéne csinálni. Mert az elején ilyen történetek voltak, és mindenki nagyon derültek rajta, volt, aki megbotránkozott természetesen, de gondoltuk, hogy akkor ezt így hosszabb lélegzetűre nyújtjuk, ezt az önéletrajzot, amit annak idején úgy kezdődött, hogy végülis egy céghez kellett volna leadni. Uh-huh. Vihet ez az út a felé, hogy próza is lesz a jövőben? Lesz, most szeretnénk felvenni egy hangos könyvet Kolozsváron, a Kolozsvári Magyar Rádiónál. Az székely humoros történeteket tartalmazna. Uh-huh. Azért két viszonylag fiatal ember. Mennyire megy ez az út párhuzamosan? Vagy egymástól mit lehet tanulni? Hát szerintem én úgy gondolom, hogy sokat tanultunk egymástól, mert úgy egymást elolvassuk, és gondolom, hogy az ember, amit olvas, az hatással van rá. És ilyenkor meg is vitatják egymás között ezeket a dolgokat? Tehát ez kialakít egyfajta? Egymással elég könnyűtelenek vagyunk, és őszinték. Kemény kritikákat kapunk, tehát a legbelsőbb emberektől, a pályatársainktól, a barátainktól. De gondolom, mi ez azért leginkább... mondani, hogy meggyalázzuk egymás prózáját, meggyalázzuk egymás verseit. Ez érdekes, de gondolom, hogy ez inkább ott belső berkekben, akár ilyen úgymond erdélyi sorstársaktól. De mondjuk itt, Magyarországon, mert hát ez most azért egy nagy dolog, hogy itt Magyarországon bemutatkozott, itt ilyenfajta visszajelzések innen Magyarországról eddig is jönnek, mennek? Igen. Ezt most alapvetően mindkettőjüktől kérdezem. Igen, hát van egy, nekem remélem nem haragszik meg, barátom, Szálinger Balázs barátunk, akivel napi szinten kapcsolatban állok, és oda-vissza küldözgessük egymásnak a születő verseket, prózákat, és elolvassuk egymásét is. Elég, hogy is mondjam, őszintén nyilatkozunk egymás műveiről. Uh-huh. Fontos, hogy az alkotók között legyen egy szűrő, hogy mielőtt kikerül a kritikába és a szakmába az írás, a vers, próza,
azelőtt beszéljék meg az alkotók egymás között. Tehát, mint... Ez egy műhelymunka végül is. De egyébként mennyire tud átjönni Magyarországra mondjuk az erdélyi kortársirodalom, amit önök is képviselnek? Hogy ez egy mert friss... ez egy lehetőség volt mondjuk tegnap este, de ez még nem elég. Jön ennek a folytatása, szerintem optimista vagyok, mert hogy Erdélyben valami új van most születőben, egy egészen friss, fiatal irodalom születik, ami kilépett az úgynevezett panaszkodás fázisából, tehát a megmaradás irodalma nem azt mondom, hogy eltűnőben van, azt egy idősebb generáció képviseli, de itt van, amit mi képviselünk, a fiatal generáció, aki már humorosabban, pörgőbben, lazábban áll az irodalomhoz. Egyébként azt tudom, hogy ezért nem feltétlen először vagy akár itt Budapesten, tehát egy bemutatkozás, mert én szerintem jól emlékezhetek a Művészetek Völgyében, az irodalmi jelenkor színpadán. Igen, ott akkor ott volt egyfajta közös találkozásunk, mert én meg akkor ott forgatni voltam. Az egy másfajta élmény volt, nem? Az irodalmon belül, az egy másfajta utazás volt. Igen, hát... Ilyen fesztivál jellege van annak, és ott nem voltak versek, egy ilyen humoros este volt. Ez egy kicsit olyan stand-up-szerű volt. Stand-up-szerű volt, igen. Azokat is közben. És ez vonza? Ez a fajta műfaj? Mindig azt mondjuk, az irodalmi estre az emberek most már egyre kevesebbet járnak sajnos, egyre kevesebben járnak, és akik eljönnek, mi úgy szeressük, hogy ha eljöttek, akkor érezzék jól magukat és szórakozzanak. A filozófia, az ilyen filozófia töltetű műveket úgyis az ember otthon tudja elolvasni, azt egy felolvasás által nem megy át a közönségnek. Hogyha eljönnek, akkor én is úgy szeretem, gondolom mindenki, aki elmegy egy ilyen összejövetelre, szeretné, hogy jól érezze magát. Jöjjenek többször, és hozzanak újabbnál újabb köteteket. Köszönöm szépen. Ez is egyfajta ajánló volt, de ajánlunk kulturális programokat, jön az élmény veled.